Épp fertőtleníti az asszisztens üres perceiben az egyik szekszárdi háziorvosi rendelő kilincseit, ajtóit. Azt mondja, a megelőzés érdekében mindent megtesznek. Ő az ügyeleti központba is visz magával tisztítószert, és a kezeit is rendszeresen fertőtleníti különböző módokon. Schranz Róbert háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara Tolna megyei titkára nem találkozott olyan pacienssel, aki olyan országba járt volna, ahol felütötte a fejét a koronavírus, és betegként ért volna onnan haza. Ennek ellenére úgy véli, szükséges bizonyos óvintézkedéseket megtenni, például kerülni a nagy tömegeket megmozgató rendezvényeket, tömegközlekedést, bizonyos helyzetekben szájmaszkot kell viselni, és minél gyakrabban fertőtleníteni a kezünket, mert a koronavírus bármikor megjelenhet hazánkban is. Hát annyit tudunk, hogy ez a mostani vírus, járvány, ami koronavírusnak mondunk, ez örökítőanyag tekintetében ellenes vírus, és ennek van egy lipid, azaz egy zsírburka. Ugye ennek a tönkretételéhez, megöléséhez olyan szerre van szükségünk, amely oldja ezt a zsírburkot, ezek pedig általában az alkohol vagy etanol tartalmú, 70%-os oldat megfelelő hatóanyaggal rendelkező anyagok. Én azt javaslom, hogy egy operatív törzs álljon fel a városban. Közben a koronavírus miatt operatív törzs állt fel Szekszárdon. Erről múlt heti közgyűlésükön döntöttek a város önkormányzati képviselői. A munkában a város polgármestere és a közgyűlés bizottsági elnökei vesznek részt. Az operatív törzs felállítását kezdeményező Bomba Gábor első javaslata az volt, hogy helyezzenek ki ingyenesen használható készfertőtlenítő gépeket az önkormányzat közintézményeiben. Az önkormányzat intézményeiben, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán és portáján, a művelődési házban, a rendezvény és mozitermek közelében, a sportközpont öltözőinél és bejáratánál készfertőtlenítő automatát helyezzen ki a polgármesteri hivatal. Az operatív törzs felállításakor arról is döntöttek a képviselők, hogy rendszeresen üléseznek majd, hogy átbeszéljék, milyen intézkedésekre lehet szükség, hogy Szekszárdon ne legyen koronavírusos beteg. Emellett arról is döntöttek, hogy megpróbálják a helyieket minél hatékonyabban tájékoztatni arról, miként lehet megelőzni a fertőzést. Azt viszont, hogy ezt hogyan teszik, egyelőre nem döntötték el.